Az elmúlt hónapokban folyamatosan készültek a kiadványok a hazai nyomdákban, július végéig be is fejezik a munkát. Az OFI több mint 1300 tankönyvcímet kínálta a tankönyvjegyzéken keresztül az iskoláknak, a rendelések alapján összesen több mint 10 millió kiadványt készítenek. Az OFI állományában megközelítőleg 1300 cím van. Ugye ezeknek a címeknek egy jelentős része a korábbi nemzeti tankönyvkiadótól, apácai kiadótól átvett tankönyvek, beleértve a nemzetiségi és sajátos nevési igényű diákok tankönyveit, mert ennek a cím számnak a fele az nagyjából ezekből a könyvek kerül ki, de azt tudom mondani, hogy ez az 1300-nál több cím arra jó, hogy minden évfolyam, minden tantárgyászhoz, tehát minden kötelező tantárgyhoz vannak tankönyvek, munkafüzetek, sok esetben feladatgyűjtemények, hanganyagok és minden egyéb, ami a eredményes tanulói feldolgozást elősegíti. A következő tanévben a tanulók több mint kétharmada ingyen kapja a tankönyvet. A Nemzeti Köznevelési Törvényben meghatározott hosszú távú cél az, hogy az általános iskolai évfolyamokon minden diák térítésmentesen kapja meg a tankönyveit. Ennek bevezetése felmenő rendszerben történik, így idén először minden alsó tagozatos tanulónak járnak ingyen a tankönyvek, a felső tagozaton pedig szociális helyzetük alapján juthatnak hozzá a diákok az ingyenes tankönyvcsomaghoz. A kész kiadványok a könyvtárellátó nonprofit Kft. Raktáraiba kerülnek, innen szállítják ki az iskolákba a tanév kezdetéig.